Már csak alig néhány órával több, mint egy napig lehet szavazni arra, hogy milyen arculatot kapjon a városvégi Jézus szíve kápolna körüli tér. A terület parkosításának rendbetételének tervét a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány indítványozta, amely akár csak a Betlen lakótelepi park esetében közösségi összefogásból és közösségi döntés alapján szeretni rendbetenni a város egyik legrégebbi műemléke körüli területet. A június közepén útjára indított kiírásra az egy hónapos határidő alatt három pályázat érkezett. Bíró Katalin és Mihály Zsófia a kápolna körül egy gyógynövényekkel beültetett kertet képzelt el. Paplóránd a térfákkal való beültetését tartja fontosnak, a Székeüdvarhelyi Alkotóklub pályázata pedig az élő Jézus szíve térnevet viseli. A három terv háromféle koncepciót tükröz, mondta Péter Ildikó, programfelelős, hozzátette. Az öt fiatal szakember terve az egyszerűség és a kreativitás jegyében született. Az alkotók egy olyan organikus hely kialakítását szorgalmazzák, amely önfenntartó és mindig továbbfejleszthető. Az eredeti elképzelés szerint a legtöbb szavazatot kapó munkát valósítják meg, de, mint kiderült, a pályamunkákat beküldők nyitottak arra is, hogy egymás projektjeiből elemeket lehessen beépíteni a majdan kiválasztott terben. Az sk.org honlapon holnap éjfélig lehet még szavazni. A nyertes kiválasztása után elkészül a költségvetés és kezdődhet a Jézus Kápolna körüli tér rehabilitálása, foglalta össze a lényeget Péter Ildikó programfelelős.